Folyamatosan érkeznek az adószámla értesítők az adózókhoz. A NAV a magánszemély és az egyéni vállalkozó ügyfeleinek is postázza az iratot. Azok az adózók kapnak adószámla értesítőt, akiknek a tartozása eléri vagy meghaladja az 5000 forintot bármely adónemben, vagy pedig 1000 forintot elérő vagy meghaladó túlfizetése van. Ezen kívül azok is kapnak tájékoztatást, akiknek a késedelmi pótlék összege szintén eléri vagy meghaladja az 5000 forintot. A dokumentum részletesen tartalmazza adónemenként az aktuális egyenleget. Minden olyan adónem szerepel az értesítőben, amelyen az adózónak túlfizetése vagy pedig tartozása van. Ezek az adatok az év során bármelyik napon figyelemmel kísérhetők az ügyfélportálon keresztül, vagy pedig a NAV mobil applikációjában. A hátralékot többféle módon rendezhetik az adózók, erről is beszélt a NAV baranyai sajtóreferense. Abban az esetben, hogyha tartozása van az adózónak, akkor az ügyfélportálon keresztül rendezheti legegyszerűbben ezt az összeget. Ezen kívül például még banki utalással, ebben az esetben a közleményrovatban szerepeltetni kell az adóazonosító jelet, vagy pedig az adószámot. Valamint bármelyik ügyfélszolgálaton lehet rendezni a tartozást bankkártyával. Kellemesebb probléma, ha túlfizetése van az ügyfélnek. Ilyenkor ezzel is rendelkezhetnek. Az adószámla értesítőben szereplő túlfizetés esetén átvezetést lehet kérni például olyan adónemre, amelyen az adózónak tartozása van. Ha az ügyfeleknek segítségre van szüksége, hívhatják a 1819-es infovonalat. De kérhető a túlfizetés kiutalása is, ezt szintén megtehetik elektronikus kérelemben az adózók. Jelenleg több mint 1,5 millióan kapnak adószámla értesítőt hazánkban, több mint 800 000-en a tartozások miatt, és mintegy 770 000 magánszemély azért, mert túlfizetése van.